Augusztus 20-a közelettével a Csemadokógyallai Alapszervezete augusztus 18-án vasárnap rendezi meg a Szent István napi új kenyér ünnepét. A rendezvény kapcsán Radosicki Györgyit, a Csemadokógyallai Alapszervezetének elnökasszonyát kérdeztük. Mi is a célja ennek a rendezvénynek? Hát a rendezvény célja tulajdonképpen, hogy Ógyallán is legyen Szent István nap. A magyarságnak ezt a szép ünnepét itt is már évek óta szerettem volna, hogyha itt Ógyallán is meg lenne ünnepelve. Ez tényleg egy ilyen tipikusan erre a vidékre, vagy hát az egész Kárpát-medencére jellemző ünnep, amely hát szeretnénk, hogyha meghomonosodna itt Ógyallán, és hagyományt szeretnénk ebből teremteni. Idén újra meg szeretnénk szervezni. Kicsit jobban odafigyelünk a dolgokra. Van egy kis tapasztalatunk benne, úgyhogy remélem, hogy sokkal jobban fog sikerülni, és még több ember eljön erre az gyönyörű ünnepre. A langalló egy nem annyira ismert kifejezés, ez mit akar ez a szó? Hát tulajdonképpen én se tudtam, hogy így hívják, ez a professzionális neve a kenyérlángosnak, vagy kemencéslepénynek. Ezt tavaly tudtam meg, amikor szerettük volna először elkészíteni, mikor kerestem a receptjét, és kerestem, hogy is készül. Tulajdonképpen ez egy keltészta, ami kemencében van sütve, és a tetejére szalonna, tejföl, fokhagyma, ez hasonló kerülnek. Rendezvény két helyszínen zajlik, ugyebár a kultúrház előtti Konkoli tegetéren kezdődik, és ide költözik aztán át a tömeg. Mennyire azonos a részvételi aránya két helyszínen? Hát a Konkoli tege Miklós téren ott egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen oficiális rendezvény, egy koszorúzási ünnepség lesz, egy rövid koszorúzási ünnepség. Ott gondolom olyan sokan nem lesznek, remélem, hogy nem lesz ekkora nagy hőség, akkor azért csak eljönnek az emberek. Egy hagyományos koszorúzási ünnepség lesz, vers, ünnepi beszéd és koszorúzás, és 4 órakor kezdődik itt a Bagotai Linyik Parkban az ünnepség. Úgyhogy gondolom, hogy itt azért több embert fog ez megszólítani, mivel kulturális programok, íjász bemutató, Borostyán együttes koncertje. A Fekete Sólyom hagyományőrző íjász csoport érkezik majd ide a helyszínre. Ők velük hogyan sikerült felvenni a kapcsolatot? Mi vezetett erre? Mindenképpen szerettünk volna valami újat is hozni ebbe a rendezvénybe, és Csontos Zolinak volt ez az ötlete tulajdonképpen. Neki van ismerettség ebben a csoportban, és ő ajánlotta őket. Nagyon örültünk ennek az ötletnek, mivel hallottunk már róluk mi is, és tudjuk, hogy több rendezvényen már nagyon sikeresen szerepeltek, és jó eredményeik vannak a versenyeken is. A kultúrműsoron kívül milyen különleges attrakciókkal várják még a látogatókat? Szeretnénk az embereket megszólítani a gyomrukon keresztül is, úgyhogy húsételekkel is várjuk őket. Lesz sült kolbász, pecsenye, sült hal, italok lesznek, sör, bor, üdítő. Ezen kívül felajánlották egy népművészeti dolgokat árusító egyesület is, hogy eljönnek, úgyhogy ilyen népviseleti ruhákat is lehet kapni majd. Gyerekeknek készítünk attrakciókat, úgyhogy gyerekeknek külön foglalkozást, oda hűsre tervezzük, hogy hát a gyerekeknek állítunk egy sátrat. Ne hagyjuk ki az egyik fő pontját a Szent István napi megemlékezésnek, a kenyérszentelést. A kenyérszentelés egy ökumenikus istentisztelet keretében fog zajlani 18 órától. Úgyhogy, és lehet, hogy még lesz valami meglepetés program is, de ezt most nem árulom el. Köszönjük szépen! Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika.
Az elkészült műsor az információval a határon át a Ponsdanubi régióban Crossing Borders by Information in the Ponsdanubi Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.